Uniós eljárás indult hazánkkal szemben a stop soros törvénycsomag miatt. A Fidesz bírálja a döntést. Tüntetők állták útját Orbán Viktornak Izraelben, a tiltakozók antiszemitának titulálták a kormányfőt. A költségvetésről szavaz ma az országgyűlés, a tanárok szerint anyagi gondok lesznek az oktatásban jövőre. És Orbán Viktor barátja Garancsi István szerezte meg Budapest egyik legértékesebb ingatlanát, a Dürer kerte. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Köszöntöm Önöket. Várható volt a Magyarországgal szembeni uniós eljárás, mert feloldhatatlan érdekellentét alakult ki az unió és hazánk között. Ezt a kormány közelinek tartott Nézőpont intézet vezetője mondta az állami tévében. Brüsszel ugyanis kötelezettségszegési eljárást indított a stop soros törvénycsomag miatt. Megítélésük szerint az alapjogi kártát is sértheti a jogszabály. A hivatalos indoklás szerint a menekültügyi kérelmekhez nyújtott segítség kriminalizálása és az egyéb korlátozó intézkedések csorbítják a menedékkérők jogait. A Fidesz szerint a döntésből az látszik, hogy Brüsszel a bevándorláspárti és a soros szervezeteket védi. A Jobbik úgy reagált, hogy az eljárás elfogadhatatlan, hiszen semmi olyan lépés nem történt, ami ne lenne összhangban az Európai Unió külső határainak védelmével. Tüntetők állták el Orbán Viktor útját Izraelben, amikor a Yad Vashem múzeumból akart távozni. Beszámolók szerint antiszemitának titulálták a kormányfőt, aki megsérti az emberi jogokat. A Jerusalem Post szerint Orbán Viktornak kifejezetten sokáig kellett várakoznia az autóban, mire távozni tudott. A hírek szerint a demonstrálók azért tüntettek, mert a múzeum fogadta a magyar miniszterelnököt, miközben ő folyamatosan építi le a magyar demokráciát és kampányt folytat Soros György egy magyar állampolgárságú zsidó ellen. Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, ezt nem sokkal korábban mondta Orbán Viktor. Benjamin Netanyahu megköszönte Magyarország kiállását Izrael mellett a nemzetközi fórumokon. Megbeszélésükön az izraeli kormányfő arra kérte Orbán Viktort, hogy küldje Izraelbe a Puskás futballakadémia szakembereit, hogy lemásolhassák a modellt, és Izrael kijuthasson a világbajnokságra. A Tel Avivi Ben Gurion reptére érkezik Orbán Viktor és felesége. A magyar miniszterelnök most tesz először hivatalos látogatást Izraelben, pontosan egy évvel azután, hogy Benjamin Netanyahu Budapesten járt. Mind a két ország egy patrióta miniszterelnök áll. Egy magyar hazafi és egy izraeli hazafi mindig megtalálja a közös hangot. Ezt mondta Orbán Viktor, majd arról beszélt, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. A zsidó származású polgárok Magyarországon a kormány védelme alatt állnak, és büszkék vagyunk arra, hogy Budapesten, Magyarországon egy zsidóságát nyíltan vállaló ember is biztonságban érezhetünk. A miniszterelnök azt is hozzátette, Netanyahuval hasonló módon látják a 21. század több fontos kérdését, például a biztonságot, a határvédelmet és az antiszemitizmust. Olyan időket élünk, amikor Nyugat-Európában nő az antiszemitizmus, Közép-Európában pedig csökken. Benjamin Netanyahu megköszönte a magyar kormány harcát az antiszemitizmus ellen, és hogy kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon. Mi ketten megértettük, hogy a radikális iszlám veszélye valós és veszélyezteti Európát, a világot, minket és az arab szomszédainkat. Azzal, hogy itt harcolunk a militáns iszlám ellen, védelmezzük Európát. Önöknek pedig köszönjük, hogy védelmezik Izraelt. Puskás Football Academy. Benjamin Netanyahu a sajtótájékoztató végén arra kérte Orbán Viktort, küldje Izraelbe azokat a szakembereket, akik a Puskás Football Akadémián dolgoznak, hogy lemásolhassák a modellt és Izrael kijuthasson a világbajnokságra. A két miniszterelnök beszélt az országok közötti gazdasági együttműködésről, ez különösen az autóipar, az energiaipar és az innováció területén zajlik. Meghatározó jelentőségű, hogy immár 200 izraeli vállalat működik Magyarországon, akik 5000 magyar embert foglalkoztatnak. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar-izraeli gazdasági együttműködés rendkívül fontos hazánk gazdasági növekedése szempontjából. Az Orbán kormánynak üzent az új amerikai nagykövet, amikor első útja a Szeúra vezetett. David Kornstein ezt az RTL klubnak nyilatkozta. A nagykövet azt mondta, ezzel a látogatással akarta jelezni, hogy az egyetem fontos a Trump kormány számára, és itt az ideje, hogy a magyar kormány aláírja az oktatás folytatásához szükséges megállapodást. A nagykövet szerint az intézmény megmaradását Budapesten a demokrata és a republikánus szenátorok is fontosnak tartják. Kornstein Orbán Viktorról azt mondta, hogy erős vezetőnek tartja, akinek határozott politikai elképzelései vannak.
Arról azonban nincs még döntés, hogy Donald Trump meghívja-e Orbánt Washingtonba. Anyagi nehézségek lehetnek az oktatásban a következő tanévben az egyik szakszervezet szerint. A PDS szerint ugyanis, bár többet szán a kormány jövő évben az oktatásra, ez a többlet várhatóan az inflációt sem fedezi. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke úgy látja, hogy a tankerületek lesznek majd a legnagyobb bajban, hiszen a költségvetésük 90%-át bérekre kell fordítaniuk, így dologi kiadásokra alig marad forrás. Szűcs Tamás szerint nincs nyoma annak sem, hogy a kormány komolyan számolna a 9 osztályos általános iskola tervével és az új nemzeti alaptanterv bevezetésével. Valóban egy szakmai megújulást ígért a kormány, amelyre lehet, hogy a következő tanévtől 2019. szeptember 1-től már sor kerül. Ehhez képest nulla nyilván a finanszírozás, és ráadásul ebből teljesen látszik, hogy a legégetőbb problémát, a pedagógus hiányt, amely tényleg itt nemhogy toporog a küszöbön, hanem már dörömböl az ajtón, ezt egy ilyen hozzáállással nem lehet kezelni. A jövő évi költségvetés elfogadásával ma véget ér az országgyűlés rendkívüli nyári ülésszaka. A képviselők kedden már megszavazták a büdzsét megalapozó törvénymódosításokat. Marga Mihály a Világgazdaságnak adott interjúban a biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a tervezetet. Az országgyűlés ma szavaz a gyülekezési jogról és a magánélet védelméről is. A tervezett változtatások a bírálók szerint alapjogokat, például a gyülekezési szabadságot is korlátozzák. A jövőben sokak szerint bármilyen tüntetést meg lehet akadályozni, ha az egy politikus háza közelében történne. Ráadásul egy a napokban benyújtott javaslat szerint egyes esetekben akár 3 év börtönt is kaphat az, aki a politikusokat munkaidőn kívül és hivatali helyüktől távol zavarja folyamatosan. Van olyan politikus, akinek csak nem 700 ezer forinttal nő a fizetése, miután a képviselők megszavazták a fizetésemelést, számolta ki az RTL Klub. Kövér László az eddigi 1,7 millió forintos fizetése helyett a jövőben 2,4 milliót vihet haza. Szijjártó Péter is több mint 600 ezer forinttal jobban jár. Mánki Erik bizottsági elnökként és frakcióvezető helyettesként több mint 500 000 forinttal kap majd magasabb fizetést. Mánki Erik az emeléssel kapcsolatban azt nyilatkozta, szerinte mértéktartó volt. A fizetésemeléssel az ellenzéki képviselők is többet visznek majd haza. Az emelést egyedül a DK frakció nem szavazta meg. Nem volt frakciódöntés, sem pedig elnökségi döntés az MSZP-ben arról, hogy hogyan szavazzanak a képviselői bérek emeléséről. Erről beszélt Kunhalmi Ágnes tegnap este az Egyenes beszédben. Szerinte Tóth Bertalan frakcióelnök telefonon hívta fel a képviselőket, hogy szavazzanak nemmel, de utólag kiderült, hogy nem ért el mindenkit. Ezért történhetett, hogy több MSZP-s képviselő is igennel szavazott a fizetésemelésre. A választmányi elnök szerint azonban egy ellenzéki képviselő soha nem válhat zsarolhatóvá. Én világos és őszinte tisztességes döntést hoztam. Sajnálom, hogy ebben az ügyben, az egyébként más ügyekben nagyon korrekt és karakán képviselőtársaim, nem tudom, hogy miért nem tudták meghozni a döntést. Számtalan ügyben együtt tudunk működni, stratégiai kérdésekben egyetértünk, és nagyon kemény karakán politikus társaimat láttam azt, hogy egész egyszerűen valami miatt megnyomták az igen gombot. Nem gondolkodik a lemondáson Szél Bernadett, ezt Csárdi Antal mondta a Hír TV-nek. Az LMP országgyűlési képviselője elmondta, hogy napi kapcsolatban van a párt társelnökével, de szerinte az etikai bizottság döntése nem viseli meg. A testület ugyanis 3 évre eltiltotta Szél Bernadettet attól, hogy bármilyen tisztséget vállaljon a pártban, igaz, maradhat társelnök. Az etikai bizottság azért marasztalta el őt, mert a választások előtt a visszalépésekről egyeztetett ellenzéki pártokkal, emiatt Ungár Pétert is 3 éves eltiltással büntette a bizottság. Schmuck Erzsébetnek 2 évre tiltották meg a tisztségvállalást. Garancsi István érdekeltségi körébe került, ha Dürer Kert tudta meg a 24.hu. Az Orbán Viktor barátjának tartott vállalkozó a portál szerint szinte észrevétlenül egy hosszadalmas felszámolási folyamatba csomagolva szerezte meg Budapest egyik legértékesebb telkét. A cikkben arról is írnak, hogy a csaknem 37 ezer négyzetméteres terület kiváló lehetőséget nyújt egy luxus szálloda felépítéséhez is. Egyrészt a múzeumi negyed közelsége, másrészt, hogy a területen található egy kút, amely a Széchenyi fürdőjéhez hasonló vizet biztosít.
Az új tulajdonos megjelenése állítólag jelentősen rontotta a bérlők helyzetén, mert az új szerződések lehetővé teszik, hogy 30 napon belül felmondják a bérlői szerződéseket. Az eredeti tervekhez képest 50%-kal drágábban Mészáros Lőrinc cége végezheti el a vasúti kommunikációs rendszer kiépítését. Az úgynevezett GPS-R hálózatot 2250 km hosszan kell kiépíteni. Mészáros cége nettó 58,9 milliárd forintért telepíti a rendszert, ami kilométerenként 26 millió forintos díjat jelent. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT korábban 39 milliárd forintra becsülte a munkát, amelyet teljes egészében az Európai Unió finanszíroz. Amerikába küldi fiát Simicska Lajos, tudta meg a Népszava. A lap szerint a 26 éves Simicska Ádámnak meg kell tanulnia megfelelően angolul, és be kell jutnia egy főiskolára. Az egyelőre nem derült ki, hogy mi a hosszabb távú terv, de Simicska Ádám mellett apja, két üzlettársa is Amerikába készül. Faragó Csabának és Fonyó Károlynak ugyanakkor eddig is voltak érdekeltségeik az Egyesült Államokban. A lap körbejárta, hogy hogyan alakult Simicska Lajos és Orbán Viktor kapcsolata az elmúlt években. A Népszava úgy tudja, hogy Simicska Lajos videóra vette egy hosszabb beszélgetést Orbán Viktorral, amit több példányban letétbe helyezett arra az esetre, ha vele bármi történne. Az nem derült ki, hogy a felvételen miről beszélgettek. Kóros elmeállapota miatt nem büntethető az a férfi, aki 2004-ben a barátnőjét, majd idén januárban az apját ölte meg különös kegyetlenséggel. Az ügyészség azt javasolja, hogy a bíróság mentse fel a vád alól, de rendelje el kényszergyógykezelését. A gyógykezelés indokoltságát azonban fél évenként felülvizsgálják, így ha a férfit gyógyultnak nyilvánítják, akkor ki is engedhetik. Ő egyébként a mostani gyilkosság előtt is gyógyszeres kezelés alatt állt, amelyet saját döntése alapján abbahagyott. Már a gyilkosság után azonnal kiderült, hogy a 36 éves férfi kegyetlenül végzett apjával. Az ügyészség vádirata szerint semmilyen előzménye nem volt annak, amit a férfi tett, se hangoskodás, se veszekedés. Az apa a hálószobában feküdt az ágyon, amikor a fia bement hozzá. Magához vett egy 19 cm penge hosszúságú kést, és rátámadt az édesapjára. Nem volt előtte közöttük szóváltás. 33 különböző vágott és szúrt sérülést okozott az édesapján, aki a sérülések hatására helyszínen meghalt. A férfi ezután kiment az udvarra, közölte az édesanyjával, hogy mit tett, aztán megvárta a rendőröket. Januárban a helyiek azt is elmesélték, hogy a férfi még 2004-ben a barátnőjét ölte meg kegyetlenül. A lányt megbecstelenítette, szemét kiszúrta, autóval többször átment rajta, de megúszta büntetés nélkül, mert beszámíthatatlannak ítélte a szakértő. Hát fényes lét ki erdőbe. Hát de, ott meggyilkolta a lányt, kisvárdi lányt. És akkor most az apját is? Most meg azt mondja, hát most hallom én is, hogy az apját megölte. A férfi kényszergyógykezelését 2008-ban megszüntették, hazament, otthon nem volt probléma vele egészen januárig. Gyógyszeres kezelést kapott, rendszeresen járt orvosi felülvizsgálatra. Saját elhatározásából idén januárban abba hagyta a gyógyszerek szedését, és ez okozta nála ezt a mentális zavart, ami végül a bűncselekmény elkövetéséhez vezetett. A férfi elmeállapota miatt az ügyészség a felmentését, de ezzel egy időben kényszergyógykezelés elrendelését javasolja a vádiratban. Ezt fél évenként kell felülvizsgálni, és ha a férfi állapota javul, akkor orvosi javaslatra akár kiengedhetik a kezelésére kijelölt intézetből. Legalább 11 ember meghalt, többeket pedig még nem találnak, miután elsüllyedt egy turistákat szállító hajó az Egyesült Államokban. A kétéltű járművet egy tavon érte a viharos szél. Valamiért nem tudott megküzdeni a hullámokkal, felborult és elsüllyedt. Folyamatosan keresik azóta is a túlélőket. Hosszasan küzdenek a hullámokkal ezek a kacsahajók. A felvételt a közelből készítették. Látszik rajta, hogy az egyik busz ki tud érni a partra, a másik azonban elsüllyed a viharos tavon. Ez már a tó a vihar után tele mentőhajókkal. A kacsahajón több mint 30 ember utazott, köztük több gyerek is. A buverok folyamatosan keresik a túlélőket. Az éjszakára a buverok befejezik a kutatást, de reggel azonnal újra kezdjük. Egyelőre 11 halottról tudunk, mondta a helyi serif. A turistákat szállító kétéltű jármű csütörtök este viharos időben indult útnak Missouri állam egyik üdülővárosának Taván. Valamiért azonban nem tudott megbirkózni a hullámokkal, felborult és elsüllyedt. A szakemberek folyamatosan pásztázzák a tavat, azokat, akiket sikerült kimenteni, azonnal kórházba szállították. Sokan azonban még mindig nem tudják, mi van szeretteikkel.
Megnyitottuk a városházát, hogy beengedjük azokat a családtagokat, akik érintettek, hogy megnyugodjanak, hogy legyen egy hely, ahova mehetnek életük egyik legnehezebb pillanataiban, mondta a város szóvivője. A tó Missouri egyik legkedveltebb turista célpontja. Egyelőre nem tudni, miért történhetett meg a tragédia. Buddhista szerzetes növendéknek állnak a barlangból kimentett tájföldi foci csapat tagjai. Hitük szerint ugyanis ezzel segíthetik a mentésük közben meghalt búvár szellemét. Ettől azonban még nem kell elvonulniuk a külvilágtól, lehetnek profi focisták vagy akár mentőbúvárok is. Hetek óta először ébredhettek saját otthonaikban a barlangból kimentett fiúk. A napjukat azonban ismét együtt töltötték. Már korán reggel egy buddhista szertartáson vettek részt a mentésük közben elhunyt búvár tiszteletére. Edzőjük is megkönnyebbült a sok megpróbáltatás után. Nagyon örülök, hogy végre otthon lehetek. A múlt éjszaka végre jól tudtam aludni, mondta. A fiúk egy fogadalmat is tettek a templomban. Azt ígérték, szerzetesnek állnak, hogy jó cselekedetükkel hitük szerint csökkentsék a hős búvár szellemének szenvedéseit. Szerzetesek azonban csak 20 éves koruk után lehetnek majd, addig növendékek lesznek. Ezt az esküjüket azonban többször is felfüggeszthetik bizonyos időre, és visszatérhetnek a világi életbe, így felnőve akár profi focisták vagy mentőbúvárok is lehetnek. Közben elhagyta Tájföldet és Londonba utazik az a brit búvár, akinek döntő szerepe volt a barlangi mentésben, és aki pert fontolgat Elon Musk ellen. A férfi elmondta, hogy több amerikai és brit ügyvéd is megkereste, hogy képviselnék érdekeit a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója ellen, aki pedofilnak nevezte a búvárt, amiért az kritizálta a táj gyerekek megmentésére tervezett mentőkapszuláját. Musk azóta bocsánatot kért és törölte botrányos Twitter üzeneteit. Hőség expót szerveztek Japánban az országot sújtó forróság leküzdésére feltalált új eszközök bemutatására. A kreativitásnak, mindjárt láthatják, semmi nem szabott határt. Az önhűtő útburkolattól a beépített ventilátorral felszerelt kabátokig bezárólag mindent lehetett kapni a kiállításon. Párakapu, legyező és benedvesített törölköző, már ismert, jól bevált módszerek. A forróságban mindenki igyekszik hűteni magát valahogyan, a japánok szerint azonban még korán sem ismerünk minden módszert. Kiotóban egy egész expót szerveztek a hőség elleni harcnak. Japán ugyanis idén-nyáron rekordmeleg hőhullámoktól szenved. Ezrek szorulnak kórházi kezelésre hőguta miatt, csak Tokióban pedig már 14 áldozatot szedett a forróság. Furcsa lehet, ha valaki ilyen időben mégis kabátot vesz, de ez a fajta nem melegít, hanem hűt. Ha bekapcsoljuk, a ventilátorok levegőt fújnak be, és elpárologtatják az ember izzadságát, így hűtenek, magyarázza a fejlesztő. Mások is a ruha alatti hűtést oldanák meg. A hordozható emberi légkondi nevű találmányhoz csak egy kis táska kell, egy palack jeges vízzel és egy mellény csövekkel. Az ebben keringetett hideg víz hivatott viselője hűtésére. Hasonló hűtő mellényt terveztek kutyáknak is. A japánok szerint a párakapuknak leáldozott, eljött az unikornisnak nevezett pára ágyúk ideje. Egy különleges, lassú melegedésű útburkolat pedig akár 10 fokkal is csökkentheti a visszasugárzott hőt, megkönnyítve a járókelők életét. Mától ismét csökkent az üzemanyagok ára, a MOL ugyanis 5-5 forinttal mérsékelte a 95-ös benzin és a gázolaj árát is. A csökkenéssel a benzin literenkénti ára 392, a gázolajé pedig 400 forint lesz. Az üzemanyagok ára szerdán is ugyan kisebb mértékben, de szintén csökkent. Az autósok ugyanakkor akár 50 forintos eltérést is tapasztalhatnak a különböző kutak árai között. Az üzemanyagok 6 éve voltak a legdrágábbak, akkor 450 forintot kellett fizetni egy-egy literért. A paksi atomerőműhöz riasztották tegnap este a Gripeneket, erről a Honvédelmi Minisztérium számolt be. A tárca tájékoztatása szerint az erőmű munkatársai értesítették a Magyar Honvédség légi vezetés és irányítási központját, mert két kis repülőgépet vettek észre a zárt légtérben. A vadászgépek azonosították a gépeket, amelyek végül Dunaújvárosban szálltak le. Landolás után a rendőrség a hivatalos közlés szerint intézkedés alá vonta a pilótákat. A Gripenek pedig visszatértek a kecskeméti bázisra.
Magyar és szerb katonák gyakorlatoztak tegnap a Dunán. Egy képzeletbeli települést kellett megvédeniük. Az Iron Cat elnevezésű akcióban a levegőből és vízről érkező támadással szembesültek a katonák, és ártalmatlanítaniuk kellett egy repülőről a Dunába dobott bombát is. A felderítő jelentések szerint a Pilistan területéről érkező diverzáns csapatok jelenleg a Duna 1658 és 1662-es folyamkilométer közötti szakaszán tevékenykednek. Több repülőgép ismét megsértette Bácsland légterét. A honvédség hajói azonban elűzték a támadókat. Már az eligazításon biztosak voltak a tábornokok a sikerben. A közös kötelék a diverzáns csoport szándékát sikeresen meghiúsította. A diverzáns akció előtt az újságírókat is felkészítették a négynapos gyakorlat utolsó epizódjára. A katonák azt a feladatot kapták, hogy egy védett szemét juttassanak el a hadi kikötőbe, de közben támadás érte őket. A hadihajós kötelék a támadásokat sikeresen elhárította, a védett szemét biztonságban a hadi kikötőbe juttatta. A magyar és a szerb honvédség közös szimulációs gyakorlatán azonban nem csak a légitámadással kellett megküzdeni. A diverzánsok ugyanis a civilektől zsákmányoltak egy nagyobb hajót, ami újabb veszélyt jelentett. Az egyesített kötelék katonái az egyik fejüvest lelőtték, kisebb tűzharc után a hajót is elfoglalták. Ezzel azonban nem fejeződött be a harc. A magyar-szerb kötelék hajóit a partról tűz alá vették, de a támadást sikerrel verték vissza. Később még a búvárokat is bevetették, mert egy a levegőből a Dunába dobott bombát kellett hatástalanítani. Mindez percek alatt sikerült. Nem csoda, a gyakorlat vezetői is elégedettek voltak a produkcióval. A gyakorlatot egyértelműen kiválóra értékelem, hiszen szemmel látható volt, hogy a katonáink felkészültek, a feladatot, a célkitűzéseket elérték, és eredményesen végrehajtották. A közös katonai kötelék tehát megvédte Pilistánt, elűzték a sohasem volt ellenséget, és elindultak délre a flotilla újpesti kikötőjébe. Hogy a következő napokban mennyire lesz alkalmas búvárkodásra, fürdőzés az idő, az mindjárt kiderül az időjárás jelentésből. Gál Noémitől, szervusz! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, kissé felemásan indult ma reggel az időjárás. A keleti területek felett több volt a felhő, a Dunántúlon azonban a napsütés volt a jellemző. A délutáni órákban némi változást tapasztalhatunk, hiszen a keleti észak-keleti megyékben is tovább csökkenhet a felhőzet, de azért helyenként még elszórtan záporeső, zivatar kialakulhat. Az északi északnyugati szél helyenként erős lesz, kisebb körzetekben viharos erejű széllökések is lehetnek, illetve az egyes zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Szombaton több órás napsütés ígérkezik, majd a vasárnapi napra újra nedves levegő éri el a Kárpát-medencét. Több helyen lesz záporeső, zivatar, akár jelentősen mennyiségű csapadék is érkezhet. A szombati napon a hőmérséklet még átlépi a 30 fokot, aztán vasárnapra, illetve hétfőre a csapadékosabb időnek köszönhetően pár fokot mérséklődik a felmelegedés, mint ahogyan hazai tavaink vizének hőmérséklete is az előző napokhoz képest pár fokot mérséklődött. Szép, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! És a kellemes délutáni kellemes beszélgetése, vagy sok-sok kellemes beszélgetéssel kezdődhet, hiszen Szlazsánszky Ferenc már várja hívásaikat a fórumban sok-sok érdekes témával. Szervusz, Feri! Szervusz, Tamás! Igen, bármiről beszélgethetünk. Délelőtt a nyugdíj volt a sláger, illetve a megélhetés, valamint a Kádár korszak. Kádár János szerepe, hazaáruló vagy államférfi, szóval innen indulhatunk. Én is ajánlok három témát, általában ezeket figyelmen kívül hagyják a kedves nézők, de hát se baj. Szóval büntetés várhat a fizetés emelésükre nemmel szavazó szocialistákra, ez az egyik ajánlat. A másik az utolsó Simicska bomba, állítólag létezik egy videófelvétel, ami Simicska Lajos és Orbán Viktor beszélik meg közös ügyeiket. Állítólag ez a létező videófelvétel Simicska Lajos állítólagos életbiztosítása, szóval elég sok a feltételes mód ebben, de azért beszélhetünk erről is, illetve arról is, hogy négy napos munkahetet vezetett be egy cég, és sikeresnek bizonyult a kísérlet. Négy napot dolgoznak hetente az alkalmazottak, mégis eredményesebb a cég, mint amikor öt napot dolgoztak. Ezekkel a témákkal és bármi egyébbel várom a kedves nézőket.
Igen, köszönöm Feri, de attól tartok, hogy ez a cég ez nem Magyarországon, hanem a jól sejtem, hogy távoli országban működik, ugye? Távol Új-Zélandon van, igen, egy alapkezelő cég. Ettől még távol állunk. Majd köszönjük. Begyűrűzik ide, mint az olajválság. Bízunk benne, köszönjük Feri. Tehát erről is, ezekről is lehet beszélgetni, meg sok minden másról hívják, tehát a fórumot, Szlazsánszky Ferencet. Aztán nézzenek minket majd 17.30-kor a híradóban is. Addig is legyen szép a napjuk, a viszontlátásra.